És üdvözlök mindenkit, kedves emberek! Én Ivakusz vagyok, és nagy örömmel láttam, hogy az előző Daisy videó hatalmas sikereket ért el, sőt, ti kértétek, hogy folytassam ezt a fantasztikus játékot, úgyhogy, mint ígértem, folytatom. Most nem az alapjátékban fogunk tevékenykedni, hanem a Livónián. Ugye az előző videóban említettem, hogy én igazából a Livónia miatt töltöttem vissza ezt a játékot, és igazából a Livónia miatt értem most vissza, mert most ugye ingyenes lett. Ugye, akik birtokolták az alapjátékot, és most itt fogjuk megnézegetni a dolgokat. Őszintén szóval Livóniával eddig az a tapasztalatom, hogy csak mentem egy karakterrel, találtam egy katonai helikoptert, azt kilútoltam, aztán megettem valami romlott kaját, és meghalt a karakterem tőle, mert kihányta a belét így a térnek a közepén, aztán megdöglöttem. Szóval a Livóniával egyelőre még nincsen sok tapasztalatom, de épp ezért most itt videó keretein belül játszani fogunk vele, aztán majd ki tudja, lehet ebbe a videóba is meg fogunk dögleni majd a rész végén, fogalmam sincsen. Rengetegen kommenteltettek, illetve rengetegen segítettettek, hogy mi volt az a hát általam vesének gondolt kis ikonka. Most már ezt is tudjuk. Hó, úristen, hoppá, micsoda táskával kezdjük a lootolási szezonunkat. Ez egy csont új karakter, most kezdtük itt el. Fogalmam sincsen, hányan vannak a szerveren. Azt választottam, aminek jó volt a pinge és Livónia szerver. Úgyhogy, ja. De teljesen céltalanul most csak így megyünk, aztán lesz, ami lesz. Nem ismerem a pályát, nem minthogyha mondjuk a másik Daisy pályákat ismerném. Lehet majd itt, ahogyan megyünk, itt egyből szembe találkozok valami playerrel, aztán mindjárt fejbe lő. Fogalmam sincs, tényleg. Erre fele mi van? Ez valami puszta? Erre megéri nekem tovább menni? Nem igazán látom, hogy itt lenne bármi is. Kommentben várom a választ, hogy ez itt mi ez. Hogy a Bohémia az már itt tart, hogy a nagy ismert, a nagy területeket kreáló cég az már úgy csinál teret, hogy oda lekúrja a üres teret, aztán fősetőt itt tartalommal. Hát jó, akkor megyünk tovább. Amit tudok, hogy vannak itt ilyen állatok, vadállatok így vannak már így a természetben. Kifejezetten örültem én ennek, amikor én ezt így láttam. De ez így teljesen így kimaradt nekem így idáig, hogy az ott mi az. Aztán lehet, hogy arra lennének valami durva lútok, fogalmam sincsen, én valami Livónia professzionális ember majd kérem kommenteljen, hogy arra fele mi van, vagy egyáltalán van-e valami, vagy az ott mi lesz, vagy tervezve lesz valami, vagy ott hagyták a faszba, vagy nem éri meg vele foglalkozni, vagy arra mennek megölni magukat az emberek. Továbbra is, ahogyan ott ígértem az előző videóban, hogyha vannak ilyen üres járatok, akkor majd kivágom. Bár én szeretem az ilyen vágatlan gameplayeket, meg hát most nem tudom Daisy-t most így megvágni. Nem tudom. Azért ebben a játékban talán így ez is a szépsége, de hát nyilván valannak írják bennem, a 2000 órája az annyi valószínűséggel nem fogja élvezni, ahogyan ami random hülye gyerek pofázik, az közben megy előre. Mi a fasz volt ez a hang? Ilyen hangja van az őzikének, nem hiszem, hogy akkor jól van. Arra ott látok valami dolgot, ott az, ott szembe. Nem tudom, látszódik-e, majd rázoomolok jobban a videóba. Vagy remélhetőleg nem fogom elfelejteni. Oda felmegyünk, mit szóltok hozzá? Remélem mindjárt majd leszakad az ég, megbetegszik a karakterem, aztán megdöglök azonnal. Aztán ez is ilyen rövid életű dolog lesz. Ja, meg kommenteltétek, hogy játszanátok velem, hát én nekem ez a dolog egy picit nehézkes, nem azért, mert nem akarok veletek játszani, vagy nem azért, mert én nem feltétlen szeretnék ilyen dolgokba belefolyni, én egyáltalán nem vagyok ennek a mestere, én nekem teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mikor van kedvem dézizni, vagy eleve úgy játszani ilyen játékokkal.
de egyszer majd a jövőben nem zárkózom el a lehetőségétől annak, hogy mondjuk valami stream formájában mondjuk együtt dézizzünk. Tudom, mert rengeteg dolgot ígértem már meg, hogy stream formájában, de Dead by Daylight-ot se játszottuk azóta se streambe. Ez szimplán azért van, mert még nem alakultak úgy a soraink, hogy meg tudjon történni, de majd itt lesz most ugye a nyár nektek, hát én nekem ugye itt volt az egész évem ugye ilyenekre csinálni, mert én ráértem, meg egy ideig rá is fogok várhatóan, úgyhogy most majd változni fognak a dolgok, ugye tudjátok, ez így általában így szokott menni. Eddig eléggé tanástalan vagyok, őszintén megmondom, tehát itt látok így vadállatokat, ez egy traktor volt, vagy fogalmam sincs, mi volt ez, valami autó. Szereztünk egy táskát, és így ennyi. Nem túl életképes a loot. Nem tudom, hogy most arra menjek-e, vagy erre, mi tovább. Menjünk erre, mert itt van út. És amerre van út, akkor gondolom, az valamerre vezetni fog, vagy megint ki a pusztába, ki a faszba, mint ott az előbb. Meg ha valaki tudja, azt mondja majd meg nekem, hogy ő tudja-e, hogy hogyan kell ilyen campfire-t csinálni, mondjuk botokból, hogy lehet-e reszelni. Olvastam, hogy valaki kérte, vagy mondta azt, hogy utána kéne nézni a játéknak, hogy jobban tudjam a dolgokat, és akkor nagyon pró leszek. Az a baj, én nem szeretnék. Tehát én magamtól szeretném így kitanulni, így a játékot, tudjátok, hogy így ilyen, mi az, nem analfabéta módon, hanem mi a neve? Na, megint a puszta? És megint oda jutottunk vissza, ahol voltunk? Nem, ott van egy épület. Az előzőleg is volt ott egy ház. Autodidakta, megvan a szó. Autodidakta módon szeretném kitanulni én a játékot. Ez valami keresztény hely. Itt van egy templom. Ez mi? Fogalmam sincs. Van már sapkánk, gyerekek. Figyelj, mire beleestelede, találtunk egy sapkát. Teljesen jó. A combine, ez valamit rejt. Nem igazán tudom, hogy most merre kéne menni. Leszakadott az eső és fassa, mindjárt megbetegszik a karakter. Igen, éhen döglök. Nincsen almám. Nem tudom, hova lett. Nem kaptam. Livóniában nem kapok almát. Mondjuk úgysem laknék tőle jól. Gyerekek, ez a Livónia DLC. Hát nem csoda, hogy ingyenessé tették. Hát itt semmi nincs. Nincsen semmi. Nem látok semmit. Csak füvet, erdőt, üttyös, gyümölcsös, tudjátok, ahogyan írta Radnóti. Az is, ha puszta, én beszarok. Gyerekek! Nem tudom, egyik út se visszató, tehát nem látom egyikbe se, hogy valamerre vezetne. Megyünk tovább előre. Fogalmam sincs, hogy hova kúrhatott le ide a térképre, vagy nem tudom. Figyelj, ez egy érdekes Daisy videó lesz. Ez a legjobb Daisy videó, amit láttál a YouTube-on, kettő. Várhatod a legrövidebb is lesz, mert igyen megdöljük a karakterem abba, hogy izét elkapta a tuberkulózist így a esőtől. Ebből tudok inni? Tudok. Megisszuk. Leszarjuk, hogyha káros. Más dolgot itt úgysem igazán tudunk csinálni, tehát hogyha nem a izé fog minket elvinni, érted a... Milyen neve? Ha nem a betegség, akkor éjszom, tehát... Ezek mik? Ezek textúrázatlan dolgok? Mi ez? Mi? Orbitális májva cukor. Hát szólag megérte meginni azt a romlott vizet, ott a porsat esős, sáros vizet. Már valami civilizációra utaló nyomokat itt látok, tehát itt vannak így a... Ez ott miért fut olyan funny? Gyere! Bám! Halál. Meghalt jelentem, hát... Dobni már nem nagyon dobott semmit. Elállt az eső. Ez mi?
Jó lesz. Majd... Zéni. Fölvágni a karakterem erejét. Jó, hát akkor megyünk itt az orbitális májba cukrok földjén. Ha erre megyek, ez már talán valamilyen értelmes útra azért csak visz, nem? Most teljesen elkerülöm így a dolgot. Hoppa, ott! Valami van. Valami van, valami épületszerűség, vagy piramis kezdeményezés. Ez egy ház lesz, meg ott a dombon nagy valószínűséggel egy erdő. Meg az ott van valami... Valami beazonosíthatatlan víztorony. És nézzék meg a víztornyot, le se festették. Jobb alsó sarokban most vese probléma helyett látszólag hullámzó bőrre eső vízcsepp problémája van a karakteremnek. Mozognak a felhők? Mozognak. De fontos dolog volt, igen. Ez mi? Miféle ajtómechanizmus? Ez micsoda? Nem tudom, elvisszük. Majd megesszük. Fürgősen kéne keresni valami ízét, valami romlott ízét, befőttet, érted? Valami... Ez el van ázva. Fövesszük ezt a fasza csizmát. Milyen fasza lesz így. Van valami ízé, ott van ilyen templom. Nincs valami ízé, valami megdöglött tehén, tetem. Itt meg lehetne enni így élve. Aha. Van egy zombi, ő most itt meg fog halni. Na gyere zombi. Gyere zombi fej. Apádnak a... Aha. Ezt most azonnal felkapjuk. Apád. Most meghal. Ilyen igazi túra. Meghal. Megöltem. Én igazi turista lettem. Rövid gatyába, ilyen szakadt izébe, meg csizma. Nagyon turista. Aha, na, most lesz itt a halál, gyerekek. Ez itt a halál. Ez itt várhatóan a halál. Mondtam, gyerekek, mondtam, hogy meg fogunk halni. Megláttam, ott van 6 millió zombi ott szembe, ennyi. Ez a temető. És mi fog itt történni, amúgy? Hoppá, látok, ami fűszál cirógatja a nyakam. De nem eléggé, hogy felkeljünk. Hoppá, felkelt, geci, mi a fasz? Nem tudunk. Ugye látom, van elég baja az életben az emberemnek. Ugye elvérzik a faszba. Gyorsabban fut, mint az előző videóban ezért csávó, aki kihányta a belét a vese problémát. Ma a szenvedése után, hát... Jó, mondjuk itt szerintem igazából lenne egy erősebb szél, aztán már edőlnék halálosan. Tehát igazából sokat már... Hopp, megöltem őket, mi a fasz? Késsel a kezemben meg lehet ölni magamat? F10-es gombbal kellene... És elvágta a nyakát? Magunkra öltjük. Hát gyerekek. Meg kellett volna ölni magunkat. Hova francba. Nem, inkább meghalok. Magamtól. Jó gyerekek, én itt kivégzem magam. Ebbe a szobába. Itt nem bánthat senki. Ennél még az is jobb. Most így. Megöljük magunkat. Kész. Ennyi. Nem hiszem el, geci, nem tudok egy normális Daisy videót geci csinálni. Sose jön össze. Hát jó van, gyerekek. Ez volt a második rész, folytatjuk majd. videóban feltett kérdésekre várom a válaszokat, várom a tippeket, hogyan kell túlélni Livonian.
érdemes-e egyáltalán ilyen Daisy rookie-ként Livóniával szenvednem, vagy én ehhez még túl kicsi vagyok? Várom a válaszokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő videóban találkozunk, illetve streamekbe. Van podcastunk és YouTube Musicon, YouTube-on, illetve Spotify-on, link a leírásban. Még mi az, amit el kell mondani? Link a leírásba, az a biztos. Ami ott van a leírásba, az jó, az ott mind jó. Köszönöm, sziasztok! I speak English.